Az Eleosszal és a Szaká Metállal ismét készültünk nektek egy kis jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szaká Metál webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg! Honnan van? Láttam, hogy leesett a szösziszedem. Nagyon jó fej vagy! Vegyed! Köszi! Köszönjük szépen! Nálunk a munka, becsület és dicsőség dolga, hirdeti az almásfűzítői Tim Földgyár homlokzata. Na most a probléma az, hogy javarészt inkább csak a dicsőség és a becsület dolgozott, az elvtársak pedig pihentek, így a rendszerváltás után nem sokkal a teljes kommunista ipar beleállt a földbe, a Tim Földbe. Ám nem mindenhol. Például a kommunista Kína ilyen remek műszaki termékeket tud kitermelni, mint ez a BYD Seal 38S. Állítólag tudományos kutatások bizonyítják azt, hogy a piros és a sárga szín kombináció olyan folyamatokat indít el az ember agyában, amitől éhes lesz. Minek a színe a piros és a sárga? Úgy van, a McDonald'snak. Véletlen lenne? Alig ha. De minek a színe még a piros és a sárga? Hát a kommunizmusnak, és hát az okozott éhségérzetet pár helyen. Ennek az autónak az a neve, hogy BYD Seal 38S. BYD ugye a gyártó, Build Your Dreams, a Seal az ugye fóka, ez ugye Wolfgang Eggert most megfogták, a tervezőt, ezek a mindenféle tengeri állatok, úgyhogy ő most erre rezonál, mindenhol vannak neki kopoltyúi, meg ilyen organikus elemei, tényleg egész jól néz ki. A 38S pedig azt jelenti, hogy 3,8 másodperc alatt van 100-on. Elképzeltem, hogy milyen releváns infókat lehetne megosztani még a közönséggel autónévképpen. Lehetne mondjuk 402L. Mert hogy 402 literes a csomagtartója, ami 25 literrel kisebb, mint mondjuk egy Tesla Model 3-nak. Hívhatnánk 2150 kg-nak is, mert hogy 2150 kg ez az autó. Meg nem tudom, ti milyen fontos információkat írnátok rá az autó hátuljára. Lehetne mondjuk Core 4, mert hogy egy 4 magos processzor hajtja az operációs rendszert. Szóval, hát jó autót gyártanak, mert ez az autó jó, azt nem lehet tőle eltagadni, viszont azért, amikor elnevezik a típusokat, lehet, hogy megkérdezhetnének egy Európában lakó európai szakembert, mert ez nem biztos, hogy jól működik. Ugyanakkor az ember kicsit visszasírja azokat az időket, amikor a 38S még mondjuk egy egészséges biturbó V6-ot jelentett. Mondjuk egy Infinity-ben. Mindig elcsodálkozunk azon, hogy a szocializmusból itt maradt gyáregységek, épületek mennyire jól hasznosíthatóak lennének, és mennyi mindent lehetne velük csinálni. És igazából ez akkor üt arcon, amikor nem egy ilyen kifosztott telephelybe mész rehve, ahonnan mindent elhordtak már a színes fémgyűjtők, hanem egy őrzött helyre, mint például az almásfűzítői Tímföldgyár, itt az egykori Tímföldgyárnak a gyárkomplexuma. Hát nézzétek meg például ezt a biciklitárolót, hát annyi fém van benne, hogy ennyit az Esztergom Budapest vasútvonalban nem raktak be, és látszik, hogy ez még úgy nagyon a 80-as évek szellemiségében épült, 70-es évek, a 29-es kerekű Csepel biciklikre van méretezve, imádom. Maga a gyáregység amúgy nem a szocializmus terméke, már 1940-ben megnyitották, viszont volt akkor egy kisebb balhé, egy dühös osztrák festő miatt, és csak az 1950-es évek elején kezdte meg a termelést. Akkor még 60 ezer tonna Tímfölddel számoltak. Ugye amikor arról azt mondjuk, hogy Tímföld, akkor mindenkinek ez a vöröses por jut eszébe, de nem az egy mellékterméke az alumíniumiparnak, az a salak. Viszont, vagyis hát a vörös iszap. És van a Tímföld, ami egy ilyen porózus fehér anyag, az, ami az alumíniumgyártásnak egy ilyen köztes terméke, alapanyaga, az pedig hát úgy volt, hogy évi 60 ezer tonnát gyártanak belőle, de a 60-as, 70-es évekre sikerült úgy felskálázni a termelést, hogy évi 360 ezer tonna tímföldet állítottak elő ebben az üzemegységben. Ez megint egy kicsit olyan, mint ma a győri Audi, egy város a városban. 2800 ember dolgozott itt a gyár fénykorába, és ugye a dorogi, meg a környékbeli szénerőművek, meg ligniterőművek, azok adták az áramot ahhoz, hogy ezt az amúgy rendkívül energiaigényes folyamatot el tudják látni.
és az alumíniumot pedig a jó szovjet elvtársak fel is vásárolták nagyon nagy tételben, ugye az volt a fő exportország, meglepő módon nem Amerikának szállítottunk, ugye? Amúgy nem nehéz meghatározni, mi a BYD Seal, talán mondjuk azt, hogy egy M3, csak nem a 6 hengeres hátsó kerékhajtású M3 a BMW-től, hanem a Tesla Model 3. Minden irányba 1-2 centivel hosszabb, kicsit magasabb is, és az árát is nagyon-nagyon közel lőtték be. Ez az autó például jellegében mondjuk egy dual motoros Model 3-ra emlékeztet, viszont még közel sem annyira sportos, meg potens, mint mondjuk a Model 3 Performance. Erősebb, mint a dual motoros Tesla, viszont nem annyira sportos, mint a dual motoros Sport Tesla. Talán így kicsit segít képbe helyezni, hogy miről van szó. És amivel ez az autó szerintem üti a Teslát, ugye a Teslának a dizájnja, meg az egész jellege, az nem, sok embernek egyszerűen nem veszi be a gyomra, hogy beleülsz, azt úgy érzed magad, mintha egy iPodban ücsörögnél, hanem hogyha ezt az autót kinyitod, akkor itt a legmeglepőbb élmény az, hogy ebben így vannak dolgok. Dizájnelemek, kapcsolók, karok, egyebek, kiemelkednek dolgok innen-onnan, és emiatt azt gondolod, hogy valami olyanban ülsz, amit ismersz, hiszen nem sokban különbözik ettől a Skoda sem, vagy bármilyen Volkswagen termék összeszerelési minőségében és jellegében, meg aztán főleg nem, de mégsem egy olyan villanyautót kapsz, ami elszakad az autós élményektől. Ez egy olyan villanyautó, ami még inkább a hagyományos autós dizájnnal dolgozik, és ez sok embernek megkapó, mert nem mindenki akarja magára ölteni ezt a teszlás tekicsávó imidzset, hanem van, aki szimplán csak egy jó autót akar, amit mellesleg elektromos áram hajt. Megtörtént keleten a naplemente. Néhány évig még a rendszerváltás után elketyegett, de ugye ez egy nagyon-nagyon pazarló ipar volt. Amikor 97-ben beszüntették a tevékenységet, bezárták az üzemet, akkor már csak 700 embert kellett elküldeni, mert annyira visszaesett a termelés. Ugye ez nagyon sok korabeli vállalatról elmondható, hogy amikor ezek a tervgazdálkodásból bekerültek a kapitalista piacra, egyszerűen nem tudtak labdába rúgni a nyugati vagy távol-keleti termékek mellett. Egyszerűen túl drágán gyártható dolgokat csináltak, amiket nem gazdaságosan árusítottak utána. Így állt a földbe a Team földjár is. Aztán 2006-ig végeztek itt mindenféle tereprendezéseket, nagyon sok épületet felrobbantottak, földet cseréltek egy elég nagy darabon, mert ugye azt nem kell mondani, hogy az egy mérgező anyagok tekintetében eléggé terhelt iparág, tehát ki kellett cserélni nagyon sok helyen a földet. Ma pedig mindenféle vagyonkezelő cégek birtokában van, akik ilyen logisztikai központokat és egyebek csinálnak belőle. Pedig amúgy potenciál lenne benne. Egyrészt ugye itt vagyunk a főút mentén, a 10-es főút mentén, aztán itt van közvetlen a vasútvonal, ugye elérhetőek az esztergomi, budapesti logisztikai központok, ipartelepek, minden egyéb, lehet menni kifele Ausztria vagy Győr fele. Tehát, hogy ebből a szempontból is jó helyen van, meg hát itt a Duna, tehát rendelkezésre áll szálaszföldi, vízi és vasúti szállítás is. Ennek ellenére ugyan néhány cég belakta ezt a telephelyet, de nem tűnik úgy, mintha kihasználnák a teljes potenciált, ami rejlik a helyben, pedig igazából még az épületek is megvannak. Nagyon furcsa viszont végig sétálni ezen a helyen, mert hogyha itt a betört ablakokat ugye lehúzták egy ilyen hálóval, viszont hogyha az ember beles a lukakon, akkor még látszik egy ilyen tábla például, hogy sportműsor 1960 x-edik év, x-edik hónap. Nagyon sok ilyen tárgyi emlék megmaradt, mert nem hagyták szétlopni. És ezért nagyon különleges érzés eljönni egy ilyen helyre. És ugye a 3.8S-nek hívják, mert hogy 3.8 alatt van 100-on, de mérések bizonyítják, hogy 3.6 alatt tudja valójában le a 100-as tempót az autó, tehát mocskosul megy. Nem nagyon csoda, több mint 700 Nm nyomaték, meg 530 lóerő, az ellenkezője inkább lenne meglepő. Viszont ne tévesszem meg senkit, bődületes teljesítmény, tehát hogy egy 19 milliós autóban 530 lóerő, nem tudom, hogy más kínál-e ennyire sok lóerőt ennyire kevés pénzért, nem csak villanyautóval, hanem benzinesben sem nagyon gondolom. Mondjuk ott az új Mustang 24 millióért az is csak 440 valahány lóerő. De a lényeg, hogy ez nem egy sportos autó. Megy,
pokolian megy, de az egésznek a hangolása inkább kényelmes, inkább semleges. Hogyha berakod sportmódba, akkor elkezd így szépen így rakosgatni ívre a hátulját, de hogy egyszerűen nem akarsz vele gyorsan menni, mert nem olyan a hangulata. Ez egy kényelmes szedán, ami mellesleg iszonyatosan erős. Azt tetszik a BYD-ben, legalábbis így szoftver oldalról, hogy eléggé úgy tűnik, hogy figyelnek a vásárlói visszajelzésekre. Például megnéztem több tesztet erről az autóról, amikor készültem erre a forgatásra, és mindenhol kiemelték, hogy oké, van ez a navigációnk, ezen a közepesen oké, fedélzeti rendszeren, de hogy miért nem lehet töltőpontokkal tervezni, amikor útvonalat tervezel. Most kíváncsiságból terveztem egyet Münchenbe, innen Komáromból, és egészen Linzig el tudnék menni a jelenlegi 345 km-es hatótávval, és ahogy látjátok, most már feltünteti a közelemben található töltőpontokat, ami már majdnem jó megoldás, de miért nem azokat a töltőpontokat mutatja, ahol nekem majd meg kell állnom, amikor tölteni kell. Szintén panaszkodtak kollégák arra, hogy a mindenféle ADAS funkciók, ugye ezek a csipogások, a sebesség túlépésre, mi egyébre, azok nagyon hangosak, kellemetlenek mindenre bimbamból, lehalkították őket. Most már én legalábbis a magam részéről egyáltalán nem érzem zavarónak. Tehát látszik az, hogy figyelnek a vásárlói visszajelzésekre, és az autó fejlődik. Ugyanígy például nem volt vezeték nélküli CarPlay. Nézzétek csak! Most már viszont van, de azért ilyenek vannak, ahogy az is előfordul, hogy az ember belép egy gyári applikációba, például a navigációba is kifagy, tehát szoftvertéren még lenne hova előrelépni, mert nem nagyon stabil. Amikor megjelenik egy ilyen új autó, egy új márka a piacon, akkor az a legjellemzőbb kérdés, hogy de hát lesz-e ennek szerviz hátre. Jelen állás szerint BYD-t három márka kereskedésben vásárolhatsz itthon, és van három márka szerviz is, de gőzerővel dolgoznak a vidéki hálózat kiépítésén is. És ugye ez elvezet egy érdekes kérdéshez, hogy mikor fognak minket beszántani a kínaiak, tehát hogy mikor teszi tönkre az európai autóipart, vagy a tágabb értelembe vett ipart a kínaiak. Nem hiába állunk itt a BYD komáromi üzemében, itt már ugye elég régóta, évek óta gyártanak mindenféle elektromos buszokat, nem is rosszakat mellesleg. Na de hogy ez az egyik ok, amiért szerintem ez a kínai bedarálás nem fog bekövetkezni, ugyanis egy kínai autógyártó még nagyon sokáig nem versenyezhet azzal a bizalommal, ami egy európai vagy távol-keleti márka után az utóbbi 30-40 évben kiépült. Jelesül, hogy te veszel egy Suzuki-t, és nagy eséllyel a városodban lesz egy Suzuki szerviz. Hogy veszel egy Volkswagen-t, és nagy eséllyel a következő bokorban lesz egy Volkswagen-re szakosodott szerelő. Ez egy olyan előny az európai gyártóknál, ami hagy nekik pár évet arra, hogy felzárkózzanak, mert ez egy agresszív terjeszkedés. És ami nagyon messzire vezet, ennek a videónak nem feltétlen kéne, hogy ez legyen a témája, majd inkább egy külön videóban kifejtem, de ugye gondoljunk például a japánokra a 80-as évek végén. Megcsinálták az LS400-as Lexust, ami hirtelen nem a világ legjobb luxus autója volt, de a nullából, a semmiből teremtettek egy olyan luxus autót, hogy hirtelen az európai gyártók, az elkényelmesedett európai gyártók felkapták a fejüket, hogy jé, ezt így is lehet. És én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot most a villanyautók, a távol-keleti villanyautók és a Tesla ismét megmutatja az európai gyártóknak, a kis elkényelmesedett európai gyártóknak, hogy mondjuk egy villanyautónak nem kell egy ilyen kellemetlen izének lennie, mint egy Volkswagen ID.4, hanem lehet ilyen is, mint az a BYD Seal. Nem feltétlenül emelném a Tesla fölé, mert egy kicsit többet fogyaszt annál, vannak egy kicsit butább megoldásai, de mint első európai modell, egész egyszerűen zseniális. Viszont azért egy ID.4-hez, vagy egy Volkswagen ID.3-hoz már simán odarakható, és azoknál bizony jobb. És én azt gondolom, hogy itt nem a terjeszkedéstől kell félni, hanem meg kell látni, hogy mit üzennek ezek a gyártók, hogy így is lehet, és fel kell venni a kesztyűt, mint ahogy azt megtették a 80-as évek végén a távol-keleti gyártók esetében. Vagy ahogy jöttek a kóraiak. Tényleg csak amióta én élek, már egyszer, vagy majdnem kétszer végighallgattam, hogy most aztán beszántódik az európai autóipar, mert jön egy új autógyártó nemzet, és az majd tönkreteszi. De nem történt meg. Pusztán versenyhelyzetet teremtett az új résztvevő fellépése, amiből mindig a vásárlók kerültek ki jól. És azért van ennek egy történelmi oldala is, amit nem szabad elfelejteni. Ugye
a nagy európai gyártók évtizedek óta hordják ki a gyártást Kínába, mert egy kicsit olcsóbb, egy kicsit kevésbé foglalkoznak az emberi jogokkal, egy kicsit kevésbé foglalkoznak a környezetvédelemmel, és gyártják az autóikat szakmányba, Kínába, vagy legalább az autóalkatrészeiknek a jó részét Kínába, szennyezik ott a levegőt, kihasználják az olcsó munkásokat, stb. Arra nem gondolt senki, amikor oda vitték ezeket a gyártásokat, hogy azok a kínai mérnökök bizony egyszer majd meg fogják tanulni az autógyártást? Tessék, megtanulták. Nem tökéletes, de nagyon-nagyon erős. És hogyha szeretnél valami irgalmatlan parti trükköt a 3-6-os gyorsuláson, vagy hát ezen a 3,5 másodperc körüli gyorsuláson túl, akkor megnyomod ezt a gombot, és bam, elfordítja. Viszont itt semmiféle közelségérzékelő nincs, úgyhogy ha itt van a napszemüveged, akkor azt össze fogja törni. Viszont ez ízlés dolga, hogy az emberek hogyan szeretik használni ezeket a kijelzőket. Ugye van, aki ugye, így tartjuk a telefonunkat, ezért kényelmesebb egy ilyen, de talán az autó belvilágához jobban passzol egy fektetett. Akárhogy is, ahogy látjátok, néha picit megakad, néha picit rösszen, de alapvető logikus és használható. Például a klímamenü az egy-az-egybe olyan, mint egy Teslában. Tehát még az animáció is feltűnően hasonlít a Tesla megoldására. Most én egy olyan befúvást állítottam be, hogy az emberre koncentrál, tehát hogy a bentülőkre fújja, de így finoman legyezget, hogy ne folyamatosan az arcodba dőljön. A hűvös levegő, természetesen van légtisztítás, vizsgálja a levegő minőségét, ez mondjuk egy olyan ipari országban, mint Kína, ahol a városoknak hagyományosan nagyon terhelt a levegője, ott ez egy fontos funkció lehet, és azért az egy kicsit zavar, hogy az ülésfűtést, ezt még mindig egy második szintű almenüből kell elővenni, de legalább van ülésfűtés, meg ülésfűtés. Ez eddig a szoftver oldal. Ettől eltekintve ez egy rendes autóbelső, ahogy mondtam, vannak benne dolgok, tehát vannak benne dizájnelemek, és nem csak vonalzót használtak, amikor megtervezték, hanem elővettek ilyen alkatrészkatalógusokat is. Minden műanyag, tehát ez műanyag bőr, műanyag alkantara, műanyag díszléc, műanyag fém, minden műanyag. Viszont igényes műanyag, tehát amikor beülsz, nem érzed magad rosszul, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy össze van rakva. Ez most már talán a második vagy a harmadik szíl, amiben ülök, és persze, benne van, hogy azok az autókat, amiket tesztautónak hoznak, azok egy kicsit mindig a jobban sikerült vagy felkészített darabok, de ez az elmúlt 50 évben az európai, vagy az amerikai, vagy a távol-keleti autóiparban mindig is így volt. De hogy ez az autó nem zörög, ez az autó masszív, ez az autó irgalmatlanul komoly minőségérzetet sugal. Hogy milyen lesz mondjuk 50-100 ezer kilométer múlva, azt nem tudhatjuk. Mivel egy korszerű kínai villanyautóról beszélünk, szinte magától értetődő az LFP technológia, tehát a lítium vasfoszfát akkumulátor, amiben ilyen prizmatikus panelek helyezkednek el, ez a Blade akkumulátor. Egyfelől nagyon biztonságos, tehát létezik az a gyári tesztvideó, ahol így kibukasztják, és nem gyullad ki, ez az emberek egyik legnagyobb félelme, a villanyautó kigyulladása, valamint a pengeszerű elhelyezésnek köszönhetően nagyon komolyan hozzájárul az autó strukturális merevségének növekedéséhez. Találtam ilyen adatokat, ennek a kasznynak most a merevsége pont a duplája egy Porsche 911-nek, ami azért elég jelentős érték tekintve, hogy ez egy kicsi szólt kavics, ez meg egy szedán. Aztán nyilván AC-n tudjuk tölteni 11 kW-tal a szokásos érték, 800 voltos rendszer, tehát meg tudjuk lőni 150 kW-tal is. 10-ről 80%-ra 37 percet adnak meg, de a tesztek alapján ez inkább ilyen 39-40 körül alakul, azért ez egy túlélhető teljesítmény. Vannak ma már ennél gyorsabban tölthető autók, lakossági szinten azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Tekintsetek el az zörgéstől, az a bent maradt gyerekülés. És már csak azért sem zörög ez az autó, mert hogy nagyon jó a futóműve. Ugye mondtam már, hogy 500 plusz lóerő ide vagy oda. Ez nem egy sportos autó, ez inkább egy kényelmes szedán, ami igény esetén nagyon-nagyon tud lépni. Sokakban felmerül a kérdés, hogy oké, de egy ilyen családi szedánban minek 500 lóerő. Ez nem olyan, mint egy benzines autó. Itt az 500 lóerő nem jár áldozatokkal. Ez nem fogyaszt nagyon sokat, ez nem jár olyan mindenféle kompromisszumokkal, mint mondjuk 10 éve járt egy 500 lóerős benzines autó.
fogjuk fel úgy, mintha lenne egy 500 lóerős autó, de mivel hogyha nem nyomod, akkor annyit teszik, mint egy 1.6-os fókusz, ha meg nyomod, akkor meg annyit teszik, mint egy M5. Na, a villanyautónál nagyjából ugyanez a helyzet. Hiába van 500 lóerőd. Ha nem használod ki, akkor olyan a fogyasztásod, mintha egy 150 lóerős villanyautóval járnál. De ha már fogyasztás, itt azért bele lehet kötni a szélbe. Hát én ma ezzel nyomtam egy olyan kört, hogy a telephelyről, Újpestről felzúztam. Dobogókőre, tempósan, sportosan, lementem Magyarorsbányára, fölvettem Rolandot, fölcsapottunk a 10-es útra, majd eljöttünk Komáromba. És az átlagom 15.9, de a mérések alapján ez az autó 90-es országúti tempónál folyamatosan haladva, az bizony simán lenyom 17 kWh-t is akár. És összehasonlításképpen egy long range Tesla, az hát az ilyen 12-13 körül beéri, és azért 4 kWh 100 km-en az már egy szignifikáns különbség, tehát hiába van neki 83 kWh-es akkumulátora, ezzel a fogyasztással még egy kisebb aksis autó is messzebbre jut, pusztán csak azért, mert nem nagyon hatékony ez az elektromos rendszer. Nem tudom, hogy ez azért van, mert nagy kerék van rajta, vagy azért van, mert ez az autó nehezebb, mint a riválisai. Tehát még mondjuk egy ilyen Model 3-as Tesla befér akár 1,9 tonna alá is, ez 2150 kg, ezek mind számítanak, de végső soron valószínűleg az a megoldás, hogy ez az elektromos motor egész egyszerűen rosszabbul fogyaszt, mint a riválisok. Ezt némileg tudja kompenzálni, hogy nem álltak meg ilyen 70-75 kWh környékén az akku kapacitással, hanem 83 kWh, de összességében, hogyha ezt az akupakot egy korszerű villanyhajtással kapnánk meg, akkor azért az úgy jobb lenne. Amiben viszont mindenképpen a Tesla fölé emelkedik az autó, az a futáskultúra. Ez egy adaptív futómű, a menetmódoknak megfelelően lehet állítani, hogy feszesebb, puhább legyen, nagyon jól csillapított, és nem járul zörgés a futómű mozgásokhoz, ez nagyon fontos. Nézzétek meg, itt van ez a hatalmas üvegtető, keresztborda nélkül, és mégis így megy vele az ember, és mint egy bunker, süket szoba, zseniális. A szélzaj sem nagy, jól csinálták meg azt is. Ez egy vasúti átjáró. Nem recseg, nem ropog. Mondom, a gyereküléstől tekintsetek el, reggel én vittem bölcsébe. De a lényeg, hogy összeszerelési minőségében ez jobb, mint mondjuk egy Tesla, érzésre már inkább egy Hyundai vagy Kia. Viszont hatékonyságát tekintve nem ér fel az előbbiekhez. Érdekes dolog ez, tehát nem lehet, amikor valaki megkérdezi, hogy oké, de milyen autó az a BYD? Nem tudsz neki egyértelműen azt mondani, hogy jó vagy rossz. Bizonyos tulajdonságaiban jó, bizonyos tulajdonságaiban olyan rossz. Ellenben honnan nézed, hogy ez az első európai próbálkozásuk, akkor igazából majd, hogy nem zseniális. Tehát tudni kell árnyalataiban vizsgálni ezt a kérdést. Jó például a vezetés támogatója. Én ezzel a fedélzeti rendszerrel is el vagyok, be lehet hozni egy ilyen gyors menüt, amin ki tudom kapcsolni azonnal a zavaró funkciókat, amik ugye most kötelezőek. Szóval összességében szeretem, eljárnék vele. És ha másra nem, tehát ha nem is lesz ez egy sikermodell, bár azért most már úgy látni belőle, arra mindenképpen jó, hogy valószínűleg egy kicsit tényleg majd felébreszti az európai gyártókat, hogy így is lehet elektromos autót gyártani. Sokat gondolkodtam azon, kinek való ez az autó. Na most leginkább annak, aki szeretne valami újat ülni, viszont a Teslának az a csírátlanított, sterilizált világa kicsit idegen, ő kaphat egy tök jó autószerű villanyautót. Nem tökéletes. Az én ízlésemhez még mindig közelebb áll a Hyundai Ioniq. Hiába kellett bebikáznom kétszer a saját házam előtt, de ennek ellenére én mindig inkább azt venném. Viszont ez itt most egy elképesztően jó csomag. 18 millió egy a hátsó kerékhajtású változat, ugyanezzel a 82,5 kWh-es akkumulátorral. Ez az AVD Excellence, tehát az 530 lóerős összkerekes, ez pedig 19 millió 2. Nem látom értelmét ekkora teljesítménynek, de annyira pici az árkülönbség, hogy igazából tökre megértem azt, aki megveszi, nem kell az előzéseken gondolkodni, ott a lyuk lelépett, pak, megcsináltad. Csak aztán nagyon könnyű elfelejteni, hogy nem lassul úgy, mint ahogy gyorsul. Nehéz. Érezni főleg rossz úton, ahogy így elpattog.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy mint első európai autójuk, bár azért kínai piacon ezek az autók már futnak egy ideje, vagy hát legalábbis a technikájukat egy ideje már reszelik a kínai piacon, nagyon erős, de aki igazi jóságot akar, az várja meg a frissítést, vagy még inkább a következő modellt, mert annak már nagyon rendben kell lennie, főleg, hogyha ilyen ütemben tanulnak a hibáikból. Aztán lehet, hogy a végén még Kína is a fejünkre nő, és az európai autóipar is olyan lesz, mint a egykori Tim Földjár. Nyilván nem hagyhatjuk ki a hatótávot. Amikor reggel beleültem 100%-os töltöttségnél, 510 km-t írt ki, a gyári ígéret is valahol ilyen 515-520 körül van. Nem kétlem, hogy ideális körülmények között ezt úgy meg lehet csinálni, viszont azt gondolnám, hogy hát nekem ez az autó most fogyaszt, ilyen nagyjából 17 kWh-t ebben a forgalom tempóját tartva. Oké, reggel átjöttem dobogókön, kicsit lendületesebben, de ettől eltekintve, amit engedett a forgalom, tehát ezt a 90 km/h itt síkon, a Duna mentén, így jött ki ez a 17 kW környéki fogyasztás. És tényleg itt jön ki az, hogy egy Tesla ezt megoldja 12-13-14 körül, ami egy ilyen 70 kWh-es, 70-80 kWh-es akkumulátor környékén nagyjából pont 100 km differencia. Hát én azt mondanám, hogy igen, megcsinálható az 500, de nagy biztonsággal inkább ezt a 430-450-et érzem reálisnak. Autópályán, ezt sajnos nem volt alkalmam kipróbálni, autópályán viszont nagyjából ilyen 330 és 360 km közé tehető a 130-as tempós távolság, ami igen, megint csak az látszik, hogy ez az invertel, ez a villanymotor kevésbé hatékony, mint a rivális, oké. Ezt valamennyire tudja kompenzálni azzal, hogy valamivel nagyobb az akkumulátora, mint a rivális, oké. De nyilván a tökéletes állapot az lenne, hogyha ehhez a nagyobb Blade aksihoz egy hasonlóan hatékony elektromos rendszert kapnánk. Viszont magam részéről úgy érzem, hogy ez a hatótáv már tökéletesen beilleszthető az életembe. Minden feladatot meg tudnék vele oldani, így, hogy autózom mondjuk évi 25 ezer kilométert, nyilván ebben benne vannak a tesztautók is persze, de hogy az évi 25 ezeres tudás ezzel a napi 400 kilométerrel már tökéletesen megoldható. És igen, ez nem csak villanyautóként jó, autóként is jó. Remek a futóműve, azt szerintem, hogyha az Ioniq 6-tal és a Model 3-mal hasonlítjuk, már a kifutott verzióval, mert a Highlandet még nem vezettem, szóval a kifutó Model 3-mal és az Ioniq 6-tal összehasonlítva talán ennek a legjobb a futóműve. Kellemes a kormányzása, jó a térkihasználása, minőségi az összeszerelése. Tényleg olyan pici apró hibái vannak, amit azok az emberek éreznek, akik vezették ennek az autónak a riválisait. Hogyha mondjuk egy szabvány Astra Golf tulaj így fogja magát és életében először úgy dönt, hogy na most beleülök kipróbálni egy villanyautót, akkor el lesz ájulva, hogy ez mennyire zseniális. Nehéz belekötni.